Kívánok mindenkinek, szervusztok! Örülök, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk ma este, és ilyen sokan döntöttetek úgy, hogy a vasárnap estéteket azt ennek a képzésnek szentelitek, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy engem kértek fel ennek a kiemelten fontos témának a megtartására. Én biztos vagyok benne, hogy sokak számára ez egy sorsfordító képzés lehet, hiszen végighallgatva, végignézve a témát, hogyha ezeket az instrukcióit Holton Bucksnak valaki betartja, szinte biztosan, nagyon gyorsan sikeres, valóban sikeres, és nagyon gazdaggá tud ezzel válni. Ez a téma, ez egy olyan téma lesz, ami nem csak az organogoldhoz köthető, és ezért örülök neki, hogy nagyon sokan vannak itt fent újak, új neveket is látok, hiszen ez egy olyan téma lesz, ami az élet bármely területén alkalmazható. Holton Bucks, aki nem ismeri, mert mondjuk először hall organogoldról, ő a mi iparágunknak az egyik legsikeresebb, vagy mondhatnánk azt, hogy a napjainkban, az elmúlt években a legsikeresebb vezetője, legsikeresebb üzletembere. És miért fontos az, hogy az ő témáját, vagy az ő gondolatait meghallgassuk? Azért, mert hogyha például egy ügyvéd vagy mondjuk, és hogyha lehetőséged lenne a világ legsikeresebb, legtöbb pert nyert ügyvédjével beszélni, vagy a képzését meghallgatni, biztos, hogy kapva kapnál az alkalmon. Na ez pont ez a kategória. Holton Bucks jelenleg és az elmúlt 5 évben az iparágunknak a legtöbbet kereső vezetője. Ez a képzés a lehető legfrissebb. Azt mondja, hogy a sikerének a kulcsa, a cégének a sikerének a kulcsa, az nagy mértékben attól függ, hogy óriási hangsúlyt fektet a vezetőképzésre. És amit én most interpretálok nektek, az a legfrissebb, az a júniusi vezetőképzésének a fő témája. Majd később elmondom, hogy pontosan hol lehet ezt eredetiben angolul megtalálni, de amikor hallgattam, egyszerűen hihetetlen volt számomra, hogy mennyire párhuzamos azokkal a gondolatokkal, vagy azokkal az instrukciókkal, amit én 5 éve Dobi Sándortól hallgatok. És hogy mennyire analóg a magyar vezetőknek is a gondolataival, magyarul biztosak lehetünk benne 100%-ig, hogy jó kezekben vagyunk. Nagyon érdekes lesz a képzés. Vannak benne olyan gondolatok, amik meglepőek. Vannak benne olyan dolgok, amik meg annyi más gondolatot fognak szülni, de én nem vettem ki belőle semmit, és nem is tettem hozzá semmit. Azt szerettem volna, hogy 100% eredeti Holton Bucksot hallgassatok, 100%-ot az eredeti képzéséből. És miről is lesz ma szó? Ugye nagyon sokan csak a sikert veszik figyelembe, illetve a sikerről beszélnek. A mi iparágunkban is főleg sikerszemináriumokat rendeznek, és viszont a kudarcról, vagy a sikerig elvezető útról szinte senki nem beszél. Mégis ezekből a képzésekből, mondjuk sikerszemináriumokból nagyon-nagyon kevés ember profitál, hiszen mindössze az 1%-a az, aki elfogadja azt, amit ott hall. De közülük is meghallgatják, elfogadják, de ebből az 1%-ból is csak 1% az, aki ténylegesen hajlandó megtenni ezeket, és ténylegesen hajlandó valamit változtatni, vagy ténylegesen hajlandó cselekedni. Pedig, és most Holton Bucks azt mondja el, vagy azt mutatta meg a képzésén, amitől az emberek 95%-a függő. Ez nagyon furcsa lesz, hogy függő. És ez nem a siker, hanem kudarc függők az emberek. Mert a siker az egy szokás, ugyanúgy, mint a kudarc is egy szokás. Egy nagyon szemléletes példa volt, hogy hát mindenki nyerni akar, mégsem nyer annyi ember, mint aki szeretné ezt, hiszen függ a kudarctól. És ez ugyanolyan, mint amikor mennyi ember akar leszokni a dohányzásról. Nagyon sok, de mégsem tudnak, mert függők. És összeállított 10 pontot, hogy mik azok a jelek, amiből észreveheted valakiről, vagy magadról, hogy éppen melyik irányba tartasz, a siker, vagy a kudarc felé. És lehet, hogy erős lesz egy pár gondolat, de Holton Bucks is azt mondta, hogy tükröt szeretne tartani, hogy pontosan tud, hogy éppen melyik irányba tartasz. Tehát akkor kezdjük is el.
Az első pont az, hogy mások véleményétől függ. Én hoztam egy csomó jegyzetet magammal, hiszen most nem a saját gondolataimat mondom el nektek, hanem mindent akarok az utolsó részletekig, amit Holton Bax mondott, úgyhogy nagyon sokszor bele fogok nézni, hogy pontosan idézzem Holton Baxot. Tehát, hogyha valaki más véleményétől függ, akkor hajlandó más embereknek a befolyásolását magára venni, vevő más emberek negatív befolyására is. Például ez nagyon sokszor előfordul, mondjuk amikor fontos döntést kell hozniuk. Nem bíznak saját magukban, nem bíznak a saját véleményükben, intuíciójukban, hanem inkább egy teljesen más emberre bíznak, megkérdeznek másokat. Lehet, és valójában olyan embereket kérdeznek meg, akinek szintén nincsen több tudása adott témában, szintén nincsen több tapasztalata adott témában, de ők mégsem merik egyedül meghozni a döntésüket. Hiába van nekik minden bizonyíték, minden információ a birtokukban, nincsen elég önértékelésük ahhoz, nem elég magabiztosak, hogy egyedül fölvállalják ezt a döntést. Ez nagyon sokszor elő szokott fordulni, amit az összes vezető emlegetni szokott nekünk, hogy mondjuk egy regisztráció előtt. Ő volt ott a prezentáción, hallott minden információt, minden tudása birtokában van, mégis amikor hazamegy, bekopog a szomszédhoz, vagy fölhív egy jó barátot, aki mondjuk 2 diplomás és 40 éve egyetemi tanár, mert úgy gondolja, hogy ő elég okos ahhoz, hogy helyettem döntést hozzon, és megkérdezi tőle, hogy figyelj, szerinted lehet ebből az üzletből tényleg passzív jövedelmet keresni? Hát szegény egyetemi tanárnak, aki 40 éve egyetemi tanár, igazából sok fogalma a passzív jövedelem szerzéséről nem lesz. Így valószínűleg olyan tanácsot fog adni, ami a kudarc felé vezető úton fogja elindítani a kedves jelöltet. Ez természetesen ugye ránk nem vonatkozik, meg senkire nem vonatkozik, aki itt van ezen a képzésen, hiszen saját magad eldöntötted, hogy itt leszel, viszont nagyon fontos, hogy ismerd fel, hogyha kudarcfüggő emberrel találkozol. Tehát ez azt jelenti, hogy többre értékel másokat saját magánál. Mert a sikeres ember például, hogyha tanácsot kér, akkor biztosan olyan embertől fog tanácsot kérni, aki már azon az úton, vagy azon a folyamaton teljesen végigment, vagy legalább már előrébb tart, amin ő el szeretne indulni. Vagy hogy olyan eredményekkel, vagy olyan tudással rendelkezik, amit ő még csak meg szeretne szerezni. És a legtöbb sikeres ember, hogyha tanácsot kér, akkor nem azt kérdezi, hogy mit kell tennem. Mert aki sikeres tanácsadó, az úgyis csak kérdéseket fog feltenni. Meg fogja kérdezni, hogy miért mi a célod? Mihez szeretnéd ezt eszközként használni? Vagy milyen életstílust képzelsz el magadnak? És ezek alapján a kérdésekre adott válaszok alapján, aki, hogyha sikeres vezető akarsz lenni, akkor össze kell gyűjtened az információkat, akkor ezeket az információkat ki kell vizsgálnod, és képesnek kell, hogy legyél, hogy magad döntést hozzál. Mert a sikeres emberek mindig maguk hozzák a döntésüket. Akik sikertelenek, azok meg másokra bízzák a döntésüket, és ezáltal lehetséges, hogy abszolút nem olyan irányba terelik őket, ahova ők igazából menni szeretnének. A második pont az egy érdekes téma. Aki kudarcfüggő, az szórakozik, ahelyett, hogy képezné magát. Ugye van egy olyan statisztika, hogy egy ember egy nap 3,5 órát tölt a tévé előtt. Ők ugye azt mondják, hogy hát ezt megérdemlem, ez a szórakozással töltött idő. Viszont nem tudják, hogy a szórakozás az csak egy átmeneti gondolkozás. A szórakozás az egy rövid távú gondolkozást jelent, hiszen addig élvezem, amíg éppen történik. Tehát a szórakozás átmeneti, de a boldogság az tarthat örökké. És hogyha hosszú távon akar gondolkozni valaki, akkor olvas. Tudod, hogy olvas és képzi magát. Mert amikor képzed magad, akkor a jövőddel foglalkozol. És a sikertelen emberek sajnos nagyon sokszor nem értik az időnek az értékét. Ezt nagyon sokszor halljuk ugye Dobi Sándortól, sőt, szerintem ez volt az egyik első, amit én annó 5 évvel ezelőtt megtanultam tőle, hogy értékelni kell az időnket, mert abból van a legkevesebb.
És ugye azt mondja Holton Baxx, hogy a sikertelen ember nem érzi az idő értékét. Tehát szórakozik, ahelyett, hogy képezné magát. Pedig, hogyha legalább 30 percet naponta önképzéssel vagy olvasással foglalkozna, sokkal hamarabb elérné a célját. És miért van ez? Mert az érzékszerveink, a szemem, a fülem, a szám, az mind egy navigációs rendszerhez tartozik, úgymond, irányítja az elmédet, és ez a te vezérlő rendszered. Ami az input, tehát amit beolvasol a szemeden keresztül, vagy amit hallgatsz, vagy amiről beszélgetsz, az mind abba az irányba terel téged. És hogyha ez az input, úgymond, ez 3,5 óra tévézés, hogyha ez az input, ezek negatív információk, akkor ebbe az irányba fog téged terelni, úgymond a vezérlőrendszered, és nem tudod kontrollálni. Mert minél több, és minél intenzívebb ez az inputnak a mennyisége, annál gyorsabban vezet téged abba az irányba. Tehát meg kell tanulnod kikapcsolni ezt a negatív programozást. Képezd magad, mert ezáltal táplálod az elmédet, táplálod a vezérlő rendszeredet. Hiszen a legfőbb oka a sikerednek és a kudarcodnak, ez saját magad vagy, és ugye te tudod saját magadat ezáltal befolyásolni. Akkor a harmadik pont, lépjünk tovább, az a kudarc függők onnan is fölismerhetők, hogy másokat hibáztatnak a saját helyzetükért. Állandóan panaszkodnak, hogy a szponzorom, a családom, a párom, a gyerekem, a cég, mindenki másnak a hibája. Mindig mást hibáztat, és mindig, pedig mindig minden rajtunk múlik. Végül is, hogyha belegondolsz, minden sikerhez vezető úton, vagy minden kudarchoz vezető úton is egyetlen egy ember volt, aki végig veled volt, a saját magad voltál. Tehát senki mást nem hibáztathatsz. És a sikertelen emberek attitűdje, vagy a sikertelen emberek kérdése az az, hogy ó, nem oldották meg ezt a vezetőt, nem oldották meg ezt a cég nekem. A sikeres ember erre azt kérdezi, hogy hogyan tudnám én megoldani. A sikertelen emberek mindig áldozatot játszanak. Pedig a sikerhez vezető úton nem lehetsz áldozat, mert a sikerhez semmi köze nincs az áldozat szerepvállalásnak. Illetve a kudarcfüggők, a sikertelen emberek mindig másokat hibáztatnak, de sosincsenek megelégedve a saját életükkel, de mindig-mindig profi magyarázatuk van arra, hogy miért ott tartanak, ahol éppen tartanak. És ezek az emberek a körülményeiket és a kifogásaikat mindig arra fogják használni, hogy megmagyarázzák, hogy ők miért is adják föl. Tehát a kifogásaiddal soha nem lehetsz sikeres. 100%-ban felelősséget kell vállalnod saját magadért, és 100%-ban felelősséget kell vállalnod azért, hogy miért tartasz most ott, ahol éppen tartasz. Mert hogyha nem vállalsz 100%-os felelősséget, soha nem fogsz eljutni oda, ahova éppen szeretnél. És a négyes téma az azt mondja, hogy nagyon-nagyon sokakkal előfordul. Ez pedig az, hogy kudarcfüggő az, aki fél attól, hogy hibát követ el. Pedig bármitől félsz, attól vagy függő. Nekem ez volt az egyik legerősebb mondat az egész képzésben. Bármitől félsz, attól vagy függő. Például azért buksz el állandóan, mert félsz a bukástól. És egy kudarcfüggő ember ezáltal inaktivitás függő is lesz. Inkább nem csinál semmit, csak nehogy hibát kövessen el. És azt mondja, hogy nem tudok prezentálni, mert túl gyakorlatlan vagyok. De hát a prezentációval gyakorolsz. Tehát nem számít, hogy kinek, mikor és hol, csak mondjuk prezentálj, prezentálj, prezentálj. Menj és csinálj hibákat. Ne félj a hibáktól, hanem csinálj hibákat. Legyél aktív, cselekedj. Mert hogyha nem csinálsz semmit, mert félsz attól, hogy hibázol, ez a legnagyobb hiba, amit el tudsz követni. És ezen kívül, hogyha még félsz a hibáktól, akkor döntésképtelen is leszel. És vajon ki akar magának egy döntésképtelen vezetőt? Hogyha például elmész egy étterembe,
és ott sem tudod gyorsan eldönteni, hogy mit szeretnél enni, akkor hogy gondolod, hogy embereket fogsz tudni vezetni a siker felé vezető úton? Hogyha meg azért gondolod, hogy nem tudsz dönteni, mert nem vagy hozzá elég képzett, akkor visszacsatolás a második pontra, amit az előbb beszéltünk át, akkor képezd magad. És akkor sem lesz mindenre válaszod. Nem fogsz tudni mindig mindenre helyesen válaszolni, de nem is kell aggódjál, hiszen olyan, hogy jó döntés, az egyszerűen nem létezik. Nincs olyan, hogy jó döntés. Egyszerűen csak dönts, és utána bizonyítsd be, hogy ez jó döntés volt. Moulton Bax is azt mondja, hogy ő soha nem jól dönt, meg a jó döntést keresi. Egyszerűen dönt, amellett, amit abban a pillanatban jónak ítél meg, és utána bebizonyítja, hogy az tényleg jó döntés volt. Mert a sikeres emberek gyorsan döntenek, és nagyon-nagyon-nagyon ritkán fordulnak vissza. A sikertelen emberek viszont nagyon lassan döntenek, körülményesen döntenek, és nagyon sokszor megváltoztatják a döntéseiket. Tehát, hogyha legyél döntésképes, azt kéri Houlton Bax, hogy tanuld meg, hogy döntésképes legyél. Hogyha még nem vagy az, akkor nem baj, de kezd el gyakorolni. Kezd el pici döntéseken, pici kérdéseken, és ezáltal folyamatosan magabiztossá fogsz válni, egyre magabiztosabbá fogsz válni. Az ötödik jele annak, hogy valaki kudarcfüggő, az az, hogy benne marad olyan kapcsolatokban, amik láthatóan nem működnek. Azt mondja Houlton Bax, hogy ha olyan kapcsolatban maradsz, ami láthatóan nem működik és nem tart sehova, akkor csak vesztegeted az idődet. Ez olyan, mintha bemennél egy kaszinóba, és ki van írva a játékgépre, hogy nem működik, te mégis leülsz elé, és dobálod, dobálod, dobálod bele a pénzt, és várod az eredményt. De hát tudod, hogy nem működik. Erre sokan hamar rájönnek, vannak, akik később rájönnek. De hogyha már rájött, és még mindig abban marad, akkor valójában kudarcfüggő. De kudarcfüggő akkor is, hogyha az egyik kudarc kapcsolatból, vagy az egyik nem működő kapcsolatból a másik nem működő kapcsolatba cipeli át a kudarcát. Mert ez azt jelenti, hogy akkor attól a típusú kapcsolattól vagy függő. Én azt mondja Houlton Bax, hogy ezt vagy meg kell javítanod, vagy ki kell lépned belőle. A személyes fejlődésed során hozd rendbe először saját magad, és azután építs ki egy értékes, előrevívő és motiváló kapcsolatot. Hogyha ez egyedül nem megy, akkor majd kérd szakember segítségét. A szakember az nem a pletykalap, és nem a legjobb barátnőd, akinek szintén sosem volt soha jó kapcsolata. És azért nagyon-nagyon fontos ez a téma, mert hogyha a sikeres embereket nézzük, akkor eredmények alapján mindig azok a legeslegsikeresebbek, akik érett, egészséges és teljes, kiteljesedett kapcsolatot ápolnak a párjukkal. Persze ők sem tökéletesek mindig. Viszont az eredmények ezt mutatják, hogy ők a legsikeresebbek, és ez tény. Volt Atlantában, májusban egy óriási rendezvény, egy képzési nap, és ott volt egy hölgyek számára egy szekció, ami a győztes nők címet viselte. És ezt a képzést a Houlton Bax felesége, Erlyn Bax tartotta, és a témája az az érték és a mi éri meg téma, és ezeknek a kapcsolata. Azt mondta Erlyn Bax, hogy ha valójában mélyen megérted a saját értékeidet, akkor rá fogsz jönni, hogy nem éri meg olyan kapcsolatban maradni, ami bukásra van ítélve. Ha viszont mégis benne maradsz ebben a kapcsolatban, akkor saját magad számára azt jelented ki, hogy nincs értékem és nincs jelentőségem saját magam számára. És ezek után pedig el is kezdesz vonzani ilyen embereket és ilyen helyzeteket, jelentéktelen embereket értéktelen kapcsolatokkal. Most tartunk a felénél. Vegyünk egy nagy levegőt, és akkor lapozok a hatodik pontra. A siker vagy a kudarc függőségnek az is egy jele, hogyha dráma függő vagy.
Észrevetted már, hogy szinte az összes beszélgetésed más emberekről szól? Ó, hallottad, hogy ezt mondta? Hallottad, hogy azt csinálta? Ó, mi történt vele? Minden más emberekről szól, az egész élet olyan, mint egy valóságshow. És hogyha megnézed a tévében a valóságshowt, akkor se az élet pozitív oldalát fogják kidomborítani, mert az unalmas. Minden mindig a drámáról szól. Akkor nézik sokan, hogyha minél több a dráma. És a legtöbb beszélgetés, ami miatt például felhívnak téged, vagy ami miatt SMS-eznek, e-maileznek neked, az mind vagy panasz, vagy más emberekről szóló dráma. Itt megint visszautalnék ugye a Dobi Sándorra, amit állandóan mond, hogy fejezd be a panaszkodást. Ugyanaz, teljesen analóg. Hogy Holton azt mondja erre, hogy ki kell törnöd az életed dráma aspektusából. Hiszen te vagy az életednek a főszereplője, és egyszerűen nem szólhat az életednek minden része a saját drámádról, vagy más emberek drámájáról. Az előző pontra visszatérve, azt kéri, hogy ne maradj olyan kapcsolatban, ahol állandóan dráma van, és kompromisszumot kell kötni. Sőt, ne is vedd magad körül olyan emberekkel, akik állandóan drámáznak. Hogyha ilyen jön veled szembe, akkor tudhatod, hogy na, itt jön Mrs. Story TV mondjuk. Hogyha a másik jön, akkor itt jön Mr. CNN. Mert hogyha sokkal időt töltesz ezekkel az emberekkel, akik állandóan drámáznak, akkor azt fogod észrevenni, hogy ugye a negatív input, amit a második lépésben beszéltünk, a negatív, amit kapsz tőlük, az valószínűleg téged is le fog húzni. Átérek a hetedik pontra, amiről szintén nagyon-nagyon sokat beszél Dobi Sándor, sőt, hogyha emlékeztek rá, akik ott voltak a júniusi zárt körű vezetőképzésen, pont ennek szentelt több percet, több gondolatot, hogy ezt a témát kifejtse. A hetedik jele annak, hogy kudarc függő valaki, az, hogy olyan emberekkel tölti az idejét, akik nem haladnak sehova. Meg kell tanulnod az erejét annak, hogy kivel tartasz szoros, laza kapcsolatot, vagy kivel szakítod meg teljesen. Mert van egy olyan statisztika, ezt sokan ismerik, hogy a te eredményed, a te jövedelmednek az te jövedelmed, az annak az öt embernek az átlaga, akivel a legtöbb embert töltöd együtt. Most legjobb időt töltöd együtt. És most gondold át azt, hogy kikkel töltöd a legtöbb idődet. Holton azt mondja, hogy mi a feleségemmel nagyon gyakran beszélgetünk arról, hogy igazán jó körökben vagyunk-e. Hogy azokkal vagyunk-e, akik igazán hatást gyakorolnak ránk. Természetesen ők nagyon sokat vannak olyan emberekkel, akikre ők a hatást gyakorlók, hiszen ez a feladatuk, de nekik is töltődniük kell. Holton azt mondja, hogy olyanok körében szeretünk lenni, akiknek a mi életstílusunk olyan kis aranyos. Hát el tudod képzelni, hogy akiknek aranyos az az életstílus, amit havi 1 millió dollár fölötti jövedelemből lehet szerezni, akkor az milyen? És neked is ilyen emberekkel kell körülvenni magad, akik téged inspirálnak. Hiszen ahogy Dobi Sándor is szokta mondani, Holton Bax is azt mondja, hogyha időt töltesz ezekkel az emberekkel, akkor az ő filozófiájuk, a szokásaik és a gondolkodásuk át fog rád ragadni. És ez ténylegesen így van. De ez akkor is így van, hogyha olyan emberekkel töltöd az idődet, akik nem tartanak sehova. Mert az ő szokásaik is át fognak rád ragadni. És ez, tehát el kell döntened, hogy kivel szeretnél barátkozni. És hogyha nem tudod valakiről eldönteni, hogy ez most jó ez a kapcsolat, vagy nem jó ez a kapcsolat, vagy értékes-e ez az én számomra ebből a szempontból, akkor egyszerűen tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy ő vajon oda juttat engem, ahova én szeretnék menni? És a saját magad őszinte válaszával rögtön meg is válaszoltad magadnak a kérdést. Tehát a negatív környezet negatív eredményeket is fog vonzani. És egy negatív ember akár öt pozitívnak le tudja szívni az energiáját, úgyhogy nagyon-nagyon figyelj oda, hogy kikkel töltöd az idődet. És a nyolcas pont,
a következő, amit a legeslegrészletesebben kifejtett Holton Baxt. A kudarc függőségnek a következő jele az az, hogy nem törődsz a pénzzel. Vagy aki kudarc függő, az nem törődik a pénzzel. Ez tipikusan például azt is tudja jelenteni, hogy azelőtt kifogysz a pénzből, mielőtt eljön a hó vége. És erre persze lehet azt mondani, hogy de hát nem keresek eleget, hát a cégem nem fizet meg eléggé. Holton erre azt mondja, hogy nem. Ez csak az eredménye annak, hogy kudarc függő vagy. És itt visszatér az előző pontra, a hetesre, hogyha olyan emberek környezetében vagy, akik sikeresek, akkor előbb-utóbb be fogod vonzani azt a lehetőséget, amivel jóval több pénzt tudsz keresni. És ekkor fogod megérteni a második pontnak a lényegét, hogy képezned kell saját magadat. Hogy miért fontos az, hogy folyamatosan fejleszd a tudásodat és a képességeidet, mert ezáltal képes leszel ellátni olyan feladatot is, ami sokkal jobban megfizeti az idődet. Tehát, hogyha sikeres emberek környezetében vagy, akkor hirtelen több lesz a jutalékod, több lesz a profitod, megváltozik az eredményességed. És szeretnék nektek most egy pár mondatot szó szerint fölé olvasni, amit Holton mondott, mert én nagyon megkapónak találtam. Holton azt mondja, azt hiszed, nekem lenne ekkora hitem, mint amekkora van, anélkül, hogy az iparág legjobbjaival barátkoznék? Anélkül, hogy például olyan emberrel beszélgessek, aki 17 óránként keres 1 millió dollárt? Azt hiszed, hogy ezek nélkül, a multimilliárdos networker kapcsolatok nélkül mernék ekkorát álmodni? Hát nekem akkora álmaim vannak, hogy két párnám kell, hogy aludjak, hogy elférjenek. És ez nem a saját egóm miatt van, hanem azok miatt, az emberek miatt, akikkel körbeveszem magam. Akiknek sokkal többjük van, mint nekem. Akik egy hónap alatt keresnek annyit, amennyit én egy évben. Ők nyújtanak engem, ők fejlesztik az álmodozási képességem. Azt mondja, hogy nincs olyan, hogy elég. Akkor elég, hogyha már többet keresel, mint amennyit el tudsz képzelni. Mert nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a nagy álmok, az igazán nagy álmoknak semmi köze nincsen a fizikai dolgoknak, anyagi javaknak a megvásárlásával. Amit megveszünk, igazából az csak a show része. Mert ha a rendezvényeken látják az emberek a luxusautókat, az ékszereket, a luxusvillákat, de ez azért szükséges, mert az emberek csak azt hiszik el, amit a saját szemükkel látnak. Hogyha például téged látnak a Mercedes, OG Mercedes program keretében egy vadonatúj Mercedes-szel közlekedni, akkor valójában el fogják hinni, hogy tényleg sokat keresel. Mert óriási különbség van a között, hogy mondjuk még plusz 1000 dollárt ráfizessenek minden hónapban a számládra, vagy abból az 1000 dollárból fizessék az autódnak a havi törlesztő részletét. Mert az érték az ugyanakkora, viszont a sikerességet mondjuk egy vadonatúj Mercedes sokkal jobban mutatja, mert látható. A következő, mondjuk úgy, hogy alpontja ennek a pénz témának, azt mondja Holton, hogy nem teheted meg, hogy nem törődsz a pénzzel. Mert kudarc függő vagy, hogyha a pénzed nem dolgozik neked. Ha a pénzed nem dolgozik neked, akkor egyszerűen csak fogyasztó vagy. Fogyasztod a termékeket, és fogyasztod a pénzedet. És amikor majd elmész, akkor semmit nem tudsz a gyerekeidre hagyni, mert te csak egy fogyasztó voltál. Meg kell tanulnod a filozófiát, meg kell tanulnod az elméletet, hogy mit kezdjél a megkeresett pénzeddel. És az Organo Gold a vezetőinek azt tanítja meg, hogy szóval az Organo Gold, amikor vezetői képzéseket tart, akkor a célja nem csak az, hogy network marketinget tanítson, hanem életvezetést tanít. Mert az a céljuk, hogy bőségben éljünk, messze-messze-messze az aktív, organogoldos karrierünk után is. Ezen kívül meg kell változtatni a pénzről, a pénzügyi helyzetünkről való gondolkozást. Holton azt mondja, hogy fejezd be azt, hogy nem engedhetem meg magamnak.
Mert a szavak, amiket kimondasz, azok is befolyásolják a navigációs rendszeredet. És hogyha azt mondod magadnak, hogy nem engedhetem meg magamnak, akkor tényleg abba az irányba irányítod magadat, hogy a következő alkalommal se tudjad megengedni magadnak. Tanítsd meg magadat arra, hogy leszokjál ezekről a szavakról, ne alkalmazd ezeket a szavakat, mert ezekkel a szavakkal konkrétan a kudarchoz ragaszkodsz. Holton azt mondja, hogy én soha, soha, soha nem mondtam azt a családomnak, hogy ezt nem tudjuk megengedni magunknak. Helyette mindig azt mondtam, hogy megengedhetem magamnak, csak az időzítés még nem tökéletes. Szükségem van még egy kis időre, pár percre, pár hónapra, ahhoz, hogy készen álljak a megvásárlásra. Kudarc függő vagy akkor is, hogyha az imidzsed fontosabb, mint a bankszámlád. Ez meg azt jelenti, hogy lehet, hogy jól nézel ki, az újabbnál újabb ruháidban mindig jó illatod van, viszont nincs két egyforma forintot sem. Igaz, hogy image alapú üzletben dolgozunk, ahol nagyon-nagyon fontos a megjelenés, viszont emiatt nem veszélyeztetheted az anyagi biztonságodat. Ezt egyszerűen nem teheted meg. És az utolsó téma, amit így a pénz kategóriában említett, az, hogy kudarc függő vagy, hogyha a pénzed nem dolgozik neked, ha nincsenek pénzügyi eszközeid. Azt kérte, hogy nézzük át a pénzügyi kimutatásunkat. Nézd meg, hogy mennyi befektetésed van, ami termel neked. Mennyi értéked van? Vagy csak készpénzed van, ékszereid, ruháid, egy autód? Vagy vannak tényleges olyan értékeid, ami egyre növekvő értéket képvisel az idő folyása alatt? Azt kérem, hogy minden hónapban tegyél félre, szokd meg ezt az attitűdöt, hiszen ez abszolút nem attól függ, hogy mennyit keresel, hanem ez a filozófiától függ. És lehet, hogy kemények ezek a gondolatok, amiket elmondott, de azt mondta, hogy ő sem szeretne puha lenni, és nem szeretne kedves lenni velünk, mert akkor csődbe megyünk. Még két lépés van hátra, még a 9. lépésnél tartunk, vagy a 9. jelnél tartunk. Az pedig nem más, hogy akik ragaszkodnak a kudarchoz, azoknak vannak álmaik, de nincsenek hozzá céljaik. Ugye nagyon sok embernek, szerintem mindenkinek vannak álmai, mert álmodni nagyon egyszerű. Elég bekapcsolni a tévét, mondjuk az utazási csatornára, nézni a gyönyörű helyeket, vagy figyelni a híres és gazdag embereknek az életstílusát, vagy hallgatni a gyémántok beszámolóit. Álmodni nagyon egyszerű. Viszont Holton azt mondja, hogy ha csak álmod van, és nincs hozzá célod, akkor az lustává tesz. Sőt, egy álom rémálommá válhat, hogyha nincsen hozzárendelve cél. Mivel a célok, azok az útjelző táblák, a mérföldkövek az álmainkhoz vezető út során. Például, hogyha ez volt az ő példája, hogyha Houstonból el akarsz indulni Philadelphiába, akkor hogy mész? Honnan tudod, hogy jó úton haladsz-e? Például logikusan nézed a térképet, és nézed a mérföldköveket. Olyan egyszerűen nincsen, hogy csak elindulsz, és valamerre, és majd odaérek valamikor. Folyamatosan nézed a térképet. Ez ugyanolyan, mint hogyha van álmod, de nincsen hozzá terved. Nincsen hozzá térképed. Ugye a térkép az mi a célod és a terved. Nem tudsz elérni az álmodhoz, hogyha nincsen ilyen célod. Sőt, hogyha nincs célod, akkor nem készed semmi cselekvésre, és ezáltal válsz lustává. Például nálunk a gyémánt felé vezető úton is megvan, hogy mik a célok. Ugye a 20-as-20-as terv a cél, amit a múlt heti képzésen átbeszéltünk. De ennek is vannak mérföldköveli részcéljai. Például az, hogy az első 30-60 napban hozzá be 6-6 frontot a jobb, illetve a bal oldalra. De az is egy mérföldkő, hogy legyél zafír. Tehát szükséged van az utat során célokra és mérföldkövekre. Sőt, azt mondja Holton, hogy aki kudarcfüggő, állandóan csak az álmairól beszél. Nagyon nagy álmai vannak, de csak erről beszél, és nincsen hozzárendelve célja.
És például, hogyha, és ebből tudni, hogy nem tudja, hogy hogyan kell elérni. És hogyha egy nagyon sikeres, vagy nagyon komoly emberrel találkozik, akkor azzal akarja elkápráztatni, vagy azzal akarja lenyűgözni, hogy az óriási álmairól beszél. De hogyha egy sikeres emberrel beszélsz, egy nálad sikeresebbel, akkor ne ezzel akard elkápráztatni, mondja Holton, mert ő átlát rajtad. Hogyha csak az álmaidról beszélsz, pontosan tudja, hogy fogalmad nincs arról, hogy hogy lehet ezt megvalósítani. Hogyha egy komoly emberrel beszélsz, akkor beszélj a tervedről és a terved egyszerűségéről, hogy hogyan fogod az álmodat elérni. Ugyanaz. Tehát ez megint egy olyan pont, ami teljesen analóg azzal, amiről a júniusi vezetői képzésen Dobi Sándor beszélt nekünk. Pont ezt mondta, hogyha egy gazdag, sikeres emberrel ülsz le, ne próbáld elvarázsolni a kereseti lehetőséggel vagy a számokkal, ő azt már úgy is megkereste. Hanem mutasd meg neki a networknek, az üzletnek az egyszerűségét. Szóval zárásként mindenkinek van álma, de meg kell tenni érte, amit elvár, amit a tervedben leírtál. Cselekedni kell, mert anélkül sosem éred el az álmodat. És elértünk az utolsó pontig, a 10-es pontig. A 10. jele annak, hogyha valaki ragaszkodik a sikertelenséghez, ragaszkodik a kudarchoz, az az, hogy úgy gondolja, hogy mások azért sikeresek, mert szerencsések. Úgy gondolja, hogy mások véletlenül kerültek oda. Úgy gondolja, hogy mások véletlenül kapták a sikert. És mondják a kifogásokat, hogy én nem jó családba születtem, vagy én nem beszélek nyelveket, hát azért nem tudok sikeres lenni. Mert azt válaszolja Holton Bucks, hogy bármilyen kifogást mondasz nekem, legalább 100 embert mutatok, akinek ugyanolyanok, vagy sokkal rosszabbak a körülményei, mint neked. Egyszerűen hozd ki magadat az önsajnálatból, és nézd meg, hogy mit tettek azok az emberek, akik sikeresek, mit tettek, amit te is meg tudsz tenni. És kezdj el végre cselekedni, és tenni valamit a saját életeddel. És fejezd be a kifogásokat, mert azok teljesen szükségtelenek. Ez nem a szerencséről szól. Ez nem arról, hogy jókor voltál-e jó helyen. Értsd meg, minden csak tőled függ, senki mástól. Vállalj 100%-os felelősséget, mint azt az egyik korábbi pontban is elmondta. Hogyha azt akarod, hogy a dolgok változzanak körülötted, neked kell változnod. Hogyha azt akarom, hogy az eredményeim változzanak, nekem kell változnom. Ha azt akarom, hogy a jövedelmem változzon, nekem kell változnom. Minden tőlem függ, az én döntéseimtől, amit én hozok meg. Milyen érdekes? Hogyha megnézed a havi tervezőnket, és megkeresed benne Dobi Sándor idézetét, akkor ő is ezt mondja, hogy a ma döntése határozza meg a holnapodat. Holton azt mondja, minden azoktól a döntéseitől függenek, amiket meghozol. És a mai képzést, ezt a szerintem rendkívül hasznos és rendkívül értékes információkkal teli képzést egy idézettel szeretném zárni, ugyanazzal, amivel Holton zárta a saját képzését. Azt mondta, hogy én azért vagyok az, aki vagyok, és azért tartok ott, ahol tartok, mert elterveztem. Mert eldöntöttem, hogy ide akarok eljutni.